Dobrev Klára országjáró sorozatának első állomása Székesfehérvár volt. A Demokratikus Koalíció politikusa elmondta, hogy sok száz településre látogat el. Az a tapasztalatom, hogy recsegropog a Fidesz rendszere, hogy egész egyszerűen elveszítették az irányítást az ország főbb folyamatai fölött. Tönkrementek az állami szolgáltatások, egészségügy, oktatás, nyugdíjak, megélhetési válság van az országban. Dobrev Klára szerint minden adott ahhoz, hogy június 9-e után egy másik Magyarországot kezdjenek építeni, és az előre hozott választások kiharcolásáról is beszélt. A fórumon felszólalt Földi Judit is, akit a polgármester jelöltként megfogalmazott célkitűzéseiről, programjáról is kérdeztük. Én abszolút szociális területen szeretnék inkább a város vezetésen változtatni, úgyhogy én erre helyezem a hangsúlyt, illetve a közlekedés fontosságára. Földi Judit a fórumon ismertette a Fehérvárért közösen egyesület ellenzéki jelöltjeit. A 14 székesfehérvári választókerület indulói a következők. Első választókerület Sándor Barbara, második választókerület Dr. Mártor Roland, harmadik választókerület Szabó László, negyedik választókerület Répási Attila, ötödik választókerület Lángfalvi Attila, hatos számú választókerület Kellerné Galgóc Deák Anikó, hetedik választókerület Pintérné Varga Anna Mária, nyolcadik választókerület Fazakas Attila, kilencedik választókerület Lénárt Tibor, tizedik választókerület Dévai Csaba, tizenegyedik választókerület Tóth István, tizenkettedik választókerület Dr. Rónai Ferenc, tizenharmadik választókerület Meretei Péter, tizennegyedik választókerület Csonka Tibor.